Kunhalmi Ágnes az MSZP elnökségi tagja, és Mihály József kereszténydemokrata képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hillár István azt mondta, hogy a kormány döntése a felsőoktatási férőhelyek átcsoportosításáról tulajdonképpen a felsőoktatási törvény által bevezetett részösztöndíjas képzési forma kudarcának beismerése. Ez így van? Így bizony, ez a vége. Ez a hivatalos MSZP? A hivatalos MSZP álláspontja az, hogy kudarcként értékeltük már azt, amikor a felsőoktatástól 40 milliárdot elvontak. Kudarcként éltük meg azt, amikor duplájára vagy két és félszeresére emelte az a kormány a tandíjat, aki 300 forintért behergelte ezt az országot, nem is olyan régen, pár évvel ezelőtt. Kudarcnak élem meg azt, hogy majd 33 ezeren adták fel a felsőoktatás kapuján való belépésnek a szándékát, ennyi gyermek és család adta fel, és bizony ennek az eredménye az, hogy egyébként 10 000 hely besült a felsőoktatásban, hiszen senki nem akar olyan képzési helyre menni, ahol egyébként nagyobb a félköltség is, hiszen visszaszámolva egyébként a duplájára emelt költségtérítésből számolják vissza, és még szerződéssel is röghöz kötik őket. Tehát nem véletlen az, hogy egyébként a kormány úgy próbálja orvosolni ezt a 10 000 besült helyet, hogy azt mondja, hogy akkor most beengedek ennek felét, 5 000-et az államilag finanszírozott helyre. Csak szeretném jelezni önöknek, hogy az utolsó 2010-es szocialista kormányzás válsággal sújtott évében is 55 500 államilag finanszírozott hely volt, a most megemelt 5 000 szám, ez 39 000-et jelent pusztán. Képviselő úr? Ágnes asszony aggodalmait nem tudom osztani. Szeretném őt szeretettel meghívni már most azoknak a fiataloknak a diplomaátadó ünnepségére, akik most kezdik a tanulmányaikat. Vagyis hogy ezzel azt akarom mondani, hogy az a fajta riogatás és végletek megfogalmazása, amit a szocialista képviselőktől és Ágnes asszonytól is hallunk mostanában, ez azt mutatja, hogy kifogytak az érvek, és most már csak ilyen szélsőséges megfogalmazások vannak. Az a tény, hogy nem minden részösztöndíjas hely kell el most a felvételin, az nem azt bizonyítja, hogy ez nem jó ez a rendszer, hanem azt bizonyítja, hogy erre most ebben a fél évben, vagy ebben a jelentkezési időszakban nem volt akkora igény. Szerintem nagyon-nagyon okosan lépett az oktatási kormányzat, amikor azt mondta, hogy ez a létszám keret, ez oda van ígérve, ennek ott van a helye, akkor nézzük meg, hol van erre nagyobb szükség. És a nagyobb szükség azokon a területeken van, amelyeket itt a bejátszásban is láthattunk, vagyis a műszaki, informatikai, agrár, egészség és sport tudományok területén. Vagyis ezeken a területeken meg fogjuk emelni az ösztöndíjasok számát. Ez nem logikus egyébként, mert hát tényleg azt azért láthatjuk, hogy a bölcsészképzésben, a kommunikációs képzésben, a jogászképzésben, hát hogy is mondjam, túl kínálat, illetve túltermelés van, mindeközben mondjuk az igazán piacképes szakmákban, mint a mérnökképzés ott, mintha nem. Az, hogy mi igazán piacképes szakma, ezt a politika nem tudja. Nem tudja eldönteni. A valósághoz nem igazodik ez. Akkor, amikor ezt az 5 000 férőhelyet most elosztják, akkor bizony vannak, akik örülnek, csak sajnos attól félek, hogy ezeket a helyeket egyébként majd kiderül, hogy fel tudják-e tölteni. Még például a természettudományos képzéseknél, ugyanis ott is probléma van ám, hiszen a közoktatásban nem szeretnének olyan sokan menni. Ez évek óta probléma, ezt nem állítom, hogy ebben az elmúlt 2 évben keletkezett. Legyünk méltányosak, és ez így korrekt. De most azt hiszem, ha valakik sírnak ebben az országban, azok a jogászok, és sírnak a közgazdászok, és a gazdasági képzésre jelentkezni vágyók, és azért, ha valaki azt mondja ma Magyarországon piacgazdaságban, hogy a gazdasági képzésekre nincs igény, az akkor valamit nagyon félre néz. Hát ha megnézzük majd a pontszámokat, a felvételi pontszámokat, akkor megtetszenek nyugodni, hogy van igény. Ugyanis szép számban jelentkeztek az idén is jogásznak, közgazdásznak, viszont az állam úgy gondolja, hogy ezeket a területeket nem kell neki finanszíroznia, hiszen ezt a piac megfinanszírozza. Ugyanis ezekkel a diplomákkal lehet ma Magyarországon a legjobban elhelyezkedni. És egy nagyon fontos kitétel, amit úgy néha el szoktunk siklani felette, hogy az állam azt mondja, hogyha kedves jogász végzett hallgató, kedves közgazdász, ha te az államnál válasz majd munkát, akkor neked azt az összeget, amelyet ráfordítottál a tanulmányaidra, azt neked jóváírjuk azért,
mert az államnál kamatoztatod a tudásodat. Magyarul nem kell visszafizetni a diákhitelt. Így van. Ez sem jó ötlet? Azt kell látni, hogy az összes ilyen ötlete a kormánynak, ez egy alapvető problémát próbál folyamatosan menedzselni. Ezért amit vagyunk kormányon, önök hogy állítottak elő, még pedig az, hogy 40 milliárdot kivonnak a rendszerből, és duplájára, és kétszer fél. Ez a helyzet most állt elő egyébként? Tehát az, hogy kivonnak a rendszerből? Bizony, nem, bizony, ez a Szél Kálmán terv egynek az a hozadéka. Ebben önnek kétségtelenül igaza van, de maga a felsőoktatás válsága, a felsőoktatási rendszer strukturális válsága az most alakult ki? Nem válságban a felsőoktatás. Az, hogy vannak anomáliák, vannak finanszírozás és minőség. Nincs válságban sem a közoktatás, sem a felsőoktatás. Minden olyan intézkedés, amit hoztak, az arra hivatkoznak, hogy itt minden tönkre van téve. Nem igaz. De ezt önök szokták mondani, folyamatosan újakat hallok most Ágnes asszonytól. A helyzet az, hogy ma volt a parlamentben három törvényjavaslatnak is a vitája. Köztük a felsőoktatási törvény módosításáé is, amit Vinai Győző képviselőtársam jegyez, és a köznevelési törvény, illetve a tankönyv kérdéséről szóló törvény, és mindegyik ellenzéki hozzászólás végig egyetlen egy pozitív megszólalás volt. Az egyik jobbikos képviselő nagyon megdicsérte az 5 napos testnevelés, hogy most szeptemberben indul is. Testnevelő tanár volt? Nagyon-nagyon pártolja és támogatja, és én ezt böcsülöm benne. De az összes ellenzéki felszólalás az csak negatívumokat mondott. Tehát az, hogy válságban van vagy nincs az oktatás kérdése, az most ilyen szempontból egy kicsit ellentmondásos. De önök sodorták válságba, az összes ellenzéki megszólaló, az önök intézkedéseit kritizálták. És azokat a törvényeket módosítják, kedves Mihul úr, amint ön az egyik beterjesztő a módosítónak, amely helyzetet önök állítottak elő. Életbe se léptek még a törvények, és már is módosítani kell, és megnéztem, mielőtt eljöttem, hogy már a módosítóhoz csak a Fidesz 60 módosítót nyújtott be. Tudnék, nálunk egy kicsit másképp működik a rendszer, mint működött a szocialistáknál. Nem diktatúra van, hanem egy demokratikusan működő frakciós rendszer, frakciórendszer. Vagyis, ha egyszer a képviselők nyújtanak be egy törvényjavaslatot, az teljesen természetes, hogy a képviselőtársai próbálkoznak még jobbá tenni azt a törvényjavaslatot. Én nem hiszem, hogy Ágnes asszony írt már olyan levelet, vagy tanulmányt, vagy akármit, amiben ne talált volna utána még egy kicsi javítani valót, mielőtt kiadta azt a kezéből. Ágnes asszony azt gondolja, hogy ez nem csak a demokrácia, hanem a rossz törvényeknek a dolga. Nem rossz törvények, az élet természete. Tudnélik, a köznevelési törvény módosítására most azért van szükség, mert közben létrehoztuk a járási rendszert, közben az önkormányzati törvényt elfogadta a parlament, közben kialakultak azok az önkormányzati igények és javaslatok, amelyeket mindet begyűjtve átalakítottuk azt az eredeti elképzelést, hogy mindent az állam finanszírozzon a köznevelésben, és a jövőben úgy fogjuk ezt megoldani, ahogy nagyon sok esetben előre is már beszéltünk erről. Nekem valamikor nagyon régen, 5-6 évvel ezelőtt egy kisfalusi polgármester mondta, nagyokat hogy akkor lenne jó egy kistelepülési iskolának, ha mondjuk a bér teljesen az állam fizetni, és neki csak fűteni, meg messzelni kéne az iskolában. Most ezt fogjuk megvalósítani. És önök azért módosítják ezt a törvényt, mert fogalmuk se volt egyébként, hogy milyen igazgatási rendszert hozzanak létre, és ehhez az oktatás igazgatását hogyan kapcsolják hozzá. Korábban arról van szó. Lehet, hogy arról az önök szemüvegén keresztül ez így néz ki. Úr, de eznek nincs ez nem fog működni, össze fog omlani. Nem véletlenül prüszköl az egész önkormányzati rendszer. Lassan 2 éve beszélgetünk itt a tévében, mindenre azt tessék az, mondani, hogy összeomlik. Ez bizony nagyon összefog, de ez önökre fog visszahullani. Nem. Nagyon csúnya vége lesz ennek a kétharmados hajcihőnek. És tudja, mi a baj? Hogy egyébként más az, hogyha az államnak nagyobb szerepet kell vállalni az ország neuralgikus területein. Célzottan bizony beavatkozni, és más az, amikor átesnek a ló túloldalára, és teljes egészében államosítanak mindent úgy, hogy ezért az államosításért felemésztik még az önkormányzati rendszerben meglévő forrásokat, létrehoznak egy párhuzamos infrastruktúrát, amire az égvilágon semmi nincs ebbe az országban, és még feladatot telepítenek egyébként, mert a lehet, hogy tanügyigazgatásban nem szólhat bele az önkormányzat, de hogy festetnie neki kell, meg neki kell üzemeltetni úgy, hogy minden forrást elvesznek, na ettől fog összeomlani mikor a rendszer. Ezeket a forrásokat most arra kapja, hogy működtesse az iskát, ugyanis az önök időszakában sikerült 10 év
mínuszát behozni, vagyis hogy mínuszát előteremteni, mert hogy 10 évvel ezelőtt kaptak annyit az első osztályos gyerekekre a fenntartók normatívát, mint az önök utolsó esztendejében. Vagyis most a rendszert úgy alakítjuk át, hogy a pedagógus bérét teljesen az állam finanszírozza. Ez most az iskolákban, ugye megegyezünk abban a számban, hogy 75-80%-át teszi ki egy iskola költségvetésének. Igen. Mennyi pénzt kapott eddig az önkormányzat, a fenntartó egy iskolához? 50%-ot sem. Ez egy átlag szám, ne torzítsunk valahol. Ez a helyzet. Ha átlagosan nézzük a költségvetését, az 50%-át finanszírozta a normatíva, 50%-at az önkormányzat. Na most mi lesz a helyzet? Most 80%-át finanszírozza az állam, ugyanis azt mondja, hogy ő fizeti teljesen a pedagógusokat, sőt, mit mond még? Azt, hogy ingyenes tankönyvet fog adni a gyerekeknek, felmenő rendszerbe, elsősökkel kezdve. Mit mond még? Azt, hogy a kis településeknek nem is kell lemondaniuk, automatikusan, ha akarják, az állam átveszi az iskolájukat cakli-pakli, vagyis a működtetést is az állam vállalja. Mert azt vállaltuk, hogy minden településen lesz iskola, attól függetlenül, hogy bírja az a település a fönntartást, vagy nem. Ezért van az a törvényben, 8 szülő kéri, akkor azon a településen lennie kell iskolának. És ha azt a kis település nem tudja működtetni, akkor az állam fogja. És hány ezer főnél húzták meg a határt? Jelenleg 3000-nél van meghúzva, de miért? Azt is megmondom. De mekkora azért, különbség mert van hogyha... egyébként egy 6000 fős borsodi település és egy nyugat-dunántúli 3000 fősnél. Egy nyugat-dunántúli 3000 fős, aki tudjuk, hogy jobb helyzetben van bizonyos értelemben Dunántúl, valahol van, igen, valahol nem. De most ez diszkrimináció, hogy 6-7000 fős szabolcsi település, de az égvilágon semmilyen nincs, akkor ő nem adhatja de nem át. Dehogy is nem, ott van, nem tetszett elolvasni a jogszabálytervezetemet, meg is vagyok sértődve. Az az igazság, hogy pontosan ott van, hogy ő is kérheti, csak neki ebben az esetben pontosan el kell tudnia számolni, hogy valóban nincs meg a fenntartáshoz szükséges költségvetési forrása. Sajnálom, ebben az esetben tankönyvekről egyébként az ingyenes tankönyv és a tankönyvpiac 18 milliárdos teljes elsibolásáról nem tudtunk most beszélni. Ne de... Hát ezt azért egy mondatba vissza kell utasítanom, tehát ne hagyjunk ilyen mondatot fönt így mikor a levegőbe, létrehoznak a földpályázati rendszerekhez hasonló pályázati rendszert, ez gyakorlatilag a teljes tankönyvpiac lenyúlása. De nem lenyúlása, jelenleg 5-6 tankönyv kiadó van a piacon, akik nagyok, ugyan ők fognak pályázni. És önök továbbra is, és a miniszter a dönt a végén egyébként, hogy melyik tankönyv van. Szerintem ezt nagyon az érzelmektől túlfűtött beszélgetést. Szerettük volna, hogy érdekes legyen a műsor. Azt hiszem, hogy a nézők is, meg én is élvezettel hallgattam. Elakadt a szavam. Köszönöm szépen, ennyi időnk volt. Nagyon sajnálom. Köszönjük a meghívást.